a nyomodban próbálok meg járni. Gyíkfejű. Honnan van ez a gyíkszemű? Meg Lidl-be vetted 1000 forintért? Nem, a Decathlon volt. Na, íme eljött a pillanat, a faszállítás. Négy napja várok erre. Hú, basszus, hogy hívjam már végre a fuvaros, hogy kimerészkedik. Leszakadt a nagy hó, most olvadás van, és még most sem biztos, hogy föl fog tudni jönni ezen a talajon. Te neked nem ázik be a cipő? Nem a francokat, tehát a bakancsomnak az oldala az ki van szakadva. Nem biztos, hogy lehet látni, de most per pillanat nem érdekel, mert az első számú prioritást élvező dolog, hogy nincs otthon tűzifa, pontosan annyi van, amennyi bent van a cserépkályhó mellett. Ez már ő lesz. Lehet. Igen, menjünk arrébb gyorsan. Direkt kinyitottam neki a kaput. Ja, lassít ő lesz. Menjünk fölfele. Szóval pont időben, utolsó utáni pillanatban értesített. Jön a fenevaddal. Nagyjából egy negyed órája, hogy alkalmas az idő. Röp. Ja. Hú, basszus, figyelj, menjünk arrébb. Figyeld már, mivel jön. Tolja előtt a havat. Na jó, van, menjünk arrébb innen. De milyen szépen faszán följön. Aj, jó a hely. Ezzel is drifteljünk. Hát ez már nem fért fel. Ez itt marad, aztán ki lesz bővítve, még hozok hozzá. Hát micsoda latyak van itt. Nem csodálom, hogy nem mert kijönni. Meg mondta, hogy csak egy kis utánfutóval jön. Nem merte kihozni a nagy pótkosit, mert attól félt, hogy besüllyed. De hát teljes mértékben jogos volt neki az aggája. Te is besüllyedtél? Üdvözlöm, a világon az egyik legundorítóbb dolog a tél. Hát én, nekem sem barátom a tél. Én a 40 sok fokos meleget szeretem, meg én tengerparti vagyok. Tengerparti. Várjál már meg, légy szíves. Nem igazam van, egy nagy szaros, húgyos fos az egész. Hallod? Lelente? Mondjad. Múltkor jövünk ide anyával ki, hordtuk le a fát, nézd oda, ott van egy karó. Igen. És amikor jöttünk kifele, akkor azon a karón volt egy kamera, ilyen vadkamerát, itt etetik a vadakat, onnan lövik őket. És mikor mentünk vissza, már nem volt itt a kamera. Ó, basszus. Mi? És ismerem a vadász személyesen, hogy ugye együtt hoztuk be a vadlest az erdőbe, amit azóta nem is használ, és egyszer kérdeztem tőle, hogy mert láttam itt a vadkamerát, mikor jöttem ki felmérni a terepet, vagy 2 éve. Azt mondom, hogy mit szokott látni rajta? Azt mondja, hogy téged, mert minden nap én jövök ki. Hát csoda, hogy a traktor el tudott menni ebbe a sárba latyakba. Mondta, hogy jobban esett volna neki egy kis fagy. Emlékszel, hogy mi csináltunk ott fönt? Persze. A dombtetőn. Nézd vissza a YouTube-on. Ja, a YouTube-on tudjuk csak visszanézni, mikor a kamaz itt parkolt. Van a fél életedet vissza tudod nézni, ha valami nem. Egyébként így van. Tudod, mit akartam tőled kérdezni? Mit akartál tőlem kérdezni? Jaj, besüllyedtem a hóba. Hát itt nem lehet. Ezt akartad kérdezni? Nem. Itt nem lehet sétálni így. Mit akartál tőlem kérdezni? Komoly dolgot. Jaj. Lehet? Nem feltétlenül. Először súg meg, aztán... Hát határozd meg, hogy milyen komoly dolgokat lehet tőled kérdezni. Milyen kategóriák vannak, amit nem lehet. Mondjad aztán kész, aztán, hogyha nem olyan téma, akkor nem válaszol rá. Hát...
Inkább válaszolj rá. És ha nem, akkor mi lesz? Hát akkor nem válaszolsz rá, de szerintem válaszolj rá. De miért kéne minden állam válaszolom rá? Hát mert az apád vagyok. Hát de az egy dolog, hogy te az apám vagy, de van itt még több, mit tudom én, hány néző. Na most ők nem számítanak, én az apád vagyok. Fölteszek egy komoly kérdést neked. Mondjad már! Bizalmi jellegű. Bizalmi, tessék! Nagyon-nagyon bizalmas mondjad kérdés. Mondjad már! Fölteszem és azt szeretném, hogyha válaszolnál rá. Igen. Ó, bassz! Azt a picsa! Várj már meg, ne szaladj már el! Én vagyok, hogy olyan szemtől. Basszus, nézd már ide, itt is készült egy film. Na, emlékszel? Tényleg. Amikor szétkáromkodtuk az agyunkat. Az ott volt fönt. Nem, ott. Ott van a fa. Ja, tényleg. Ott van a fa. Hát én teljesen tisztában vagyok a dolgokkal. Igen. Na, szóval, jöhet a bizalmi jellegű kérdés, ami jöhet. Mélyreható. Na. Szerintem nem mersz rá válaszolni. Szerintem nem is fogok ezt így. Ja, hogyha nem teszem fel a kérdést? Persze. Mire tippelsz, milyen kérdés lesz? Az én magánéletemről szóló? Hát a te magánéleted már rég nem a te magánéleted, mert az már rég a YouTube-on van, tehát innentől... Megmagyarázás. Tessék? Ez most megmagyarázás. Nem. Hát a te magánéleted, hogyha nem a YouTube-ról van szó, akkor mondjuk úgy, hogy a négyünk magánélete, Benjoé, anyáé, meg a tiéd, meg az enyém, tehát közös. Jó, tehát akkor nem csak az enyém. De. Viszont van egy jó hírem. Mindjárt otthon vagyunk? Nem. Egyrészt pisilnem kell. Van bor. Nincs bor. Na mindegy. Menjünk venni bort. Azt a kérdést, hogy haladjunk. Jó, akkor állj meg, hát így nem jó. Így nem jó. Fene azt a gyík fejedet. Nem, menet közben így, hogy rohangálunk össze-vissza, meg itt lejtőn, fejtőn, megejtőn. Na, mennyire nehéz feladat. Hát, ha már föltetted magadnak a kérdést, akkor tessék. Nagyjából egyébként erről lenne szó. Na, mondjad már azt a kérdést. Ez volt, mennyire nehéz az élet. Tessék. Nem ezt akartad kérdezni. Nem. Mennyire nehéz feladat, és azt kérdezni. Mondjad már! Részleteiben ezt szerettem volna kérdezni. Ismerkedni. Ismerkedni te Aha. velem? Nem. A kivel? Neked. Nekem? Aha. Ismerkedni? Aha. Kivel? Mennyire nehéz? Nekem annyira nehéz, hogy időm nincsen rá. Egyébként az ismerkedés az megy, csak nincsen rá kapacitásom. Ennyi. Ami azt jelenti, hogy el fogsz szaladni az életed úgy, hogy nem ismerkedsz meg? Hát ezt nem mondanám, de először most a suit. Suit? Suicid? Oké. Jó van. Hú, basszus, szerinted Trenyik meg fog ölni bennünket, hogy leparkoltunk a BMW-vel nála? Sokáig itt a körül még akkor biztos. Hú, basszus, ez a hó. Alig bírok sétálni benned fél méteres, latyak, szatyak, matyak. Én személy szerint az egész telet az elejétől a végéig. Az utolsó hószemtől a legutolsó gyűlölöm. Egyetlen egy dolgot tudok pozitívnak mondani a télben, az az, hogy a hátsó kerék könnyebben elszakad. De minden más dolgot, ami tél, azt utálok egyszerűen. Mondtam neked, hogy én is tengerparti párti vagyok. Parti párti? Igen, tengerparti párti, és nyár 40 fok. Nem nagyon vonz a tél. Hó, azt a... Életben, fasz! Ezt vártam. Ezt a teljesítményt vártam. Hát már azt hittem, hogy hova lépjek. Jó kutya. Na jó van, kikapcsolom. Várjál már most. Miért? Az ottó! Zárd már be a... Tessék, adok kulcsot. Nem tudom nem, ki a... Nem volt bezárva, megint kivált. Ne, pont ezt akarom mondani, ki a faszom hagyta nyitva. Az nem teljesen mi? Nem, teljesen be kell zárni, basszus, azért kaptunk kulcsot. Csak valaki visszarakta, de nem zárta be. Viszont nem volt nyom. És most ebbe bele kell, hogy menjek itt. Jaj. Na! Basszus! Ah.
faszomnak ismernek meg mindenhol. Nem tudom, nem is érdekel, nem foglalkozott. Te kulcsod? Mindig megismernek mindenhol, de téged nem zavar? Hol van az én kicsi pónid? Az én, te kicsi pónid, a te kicsi BMW-d. Balra lesz, és szerintem lehet, hogy szóvá fogják tenni, hogy oda parkoltunk. Már nincs ott. Ja, már meglovasították a pónidat. A múltkor gyalog jöttem ide ki. Hát, miért? Ide. Akkor is borozás volt? Nem indult be a Honda. Aztán rájöttem, hogy nincs is benne benzin. Ja. Tekergettem ott a szluszkulcsot egy darabig. Aztán eszembe jutott, hogy valamikor 10 évvel ezelőtt kihívtam egy autószerelőt, mert ugye nem indult be a Suzuki, azt mondja, nem ártana tankolni. Hát és szerencsénkre ott laktunk a benzinkút mellett. Na jó van. A BMW-cske. A szállácska.